Már Mátyás, a Mandiner rovat vezetője, szervusz, üdvözöl. Csak a helyettes, szervusz. Trencsényi Dávid újságíró, szervusz, üdvözöl. Jó estét. Hallhattuk itt Bauer Bencétől az előbb, hogy a 33%-os eredmény birtokában akár föl is oszlathatják az AFD-t, a demokrácia nagyobb dicsőségére. Matyi, te megtennéd ezt? Én ma reggel landoltam Erfurtból, ahol éppen megnyerte az AFD ezt a választást. Nekem nem úgy tűnik, hogy az erfurti választók 33%-a békésen tolerálná, és azt gondolom, hogy az a válasz, hogy jól csináltuk, csak nem mondtuk el jól, az kevéssé győzte meg a türingiaiakat ezen a hétvégén. Én valószínűleg nem a választási lehetőségeik elvételével próbálkoznak, hanem a politika megváltoztatásával, de ez az én véleményem. Dávid? Betiltani se a mobil használatot, sem egy pártot. Így van. Nem sikeres, és nem kifizetődő. Ezzel az egész témával kapcsolatban én elmélyültem figyelni Mátyás véleményét, hiszen külpolitikai szakújságíró kint volt, olvastam a véleményedre vagyunk kíváncsi. Olvastam a választások előtti elemzését, amiben előre megmondta a végkimenetelt, úgyhogy én vele vitatkozni ebben a témában nem fogok. Egyetlen egy dolgot tennék hozzá, itt Magyarországon, magyar zsidóként azt megélni, hogy Németországban erősödik a szélső jobb oldal, egy kicsit nyomorszorító. Téged a 30-as évekre emlékeztet? Sokan vannak, akik a Weimári köztársaságot emlegetik. Pontosan ezt akartam mondani, hogy sok elemző van, aki a Weimári köztársaság végnapjait emlegeti. Nem vagyok azért biztos benne, hogy ennyire rossz a helyzet, de ahogy mondtam, Mátyás tényleg szakértője ennek a kérdésnek. Én tudom, hogy nem vagyok az, és ezért bennem van a félelem, hogy mi van, ha tévedek. Mi van, ha rosszul látom, mi van, hogyha tényleg ott tartunk, ahol Weimár végnapjai. Kinek a felelősség az, hogy ide jutott Németország? Én azt gondolom egyrészt, hogy a Dávid félelmei az ő pozíciójából a létezőleg tökéletesebben indokolt. Ez inkább szorongás. Vagy szorongásai, és voltak, tehát a németországi zsidó szervezeteknek is voltak ilyen irányú megszólalásai, hogy ez nem biztos, hogy így jó lesz. Ugye érdemes azt tudatosítani magunkban, hogy az AfD még annál is kevésbé egy párt, mint amennyire a németországi pártok többsége egy párt. Ezek tartományi pártszervezetek, az AfD, a türingiai szervezete, legalábbis annak a vezetője mindenképpen az a legjobb széle az AfD-nek. Hát hogy az tényleg az AfD-n belül, ha el tudnánk képzelni a spektrumot, akkor ő volna a jobb szélen. Jönök. Nem nyugtattál meg. Ezzel nem megnyugtatni akartalak, hanem közölni akartam a tényeket. Az AfD antiszemita párt, a náci eszmék örököse? Nem. Úgy fordítanám, hogy aki antiszemita a német politikában, az AfD-re szavaz, és az AfD nem tesz aktívan az ellen, hogy az antiszemiták rá szavazzanak. Ennek ellenére az AfD-nek a témái, meg az az ok, ami miatt az AfD szavazók döntő többsége az AfD-re szavaz, az abszolút nem az antiszemitizmus már, hanem kialakultak migrációs politikában, oktatás politikában, százországban ez nagyon-nagyon fontos volt, gazdaságpolitikában, külpolitikában olyan tematikák, amikben az AfD-nek már nem mint protestpártnak van szerepe, hanem mint párt, mint potenciális kormányzó párt kompetenciákat írnak hozzájuk a választók. Hát annyiban azt hiszem, hogy jogos a Dávid szorongása, hogy igen, Németországban soha nem lehet kizárni, hogy megbújik-e egy náci az utca sarkán, és az is kétségtelen, hogy aki politikailag befolyásos pártra akar antiszemitaként szavazni, ez valószínűleg az AfD-t választja. De az elsődleges profilja, vagy a profilja ennek a pártnak, amit a saját magáról sugároz, az nem az antiszemitizmus, hál' Istennek. Nem gondolom azt, hogy a történelem szolgai módon ismétli, vagy másolja önmagát. Nem gondolom azt, és nem is szoktam sem a cikkeimben, sem megszólásaiban náci pártnak titulálni az AfD-t, de pontosan azért, amit most Mátyás elmondott, szerintem annak van reális esélye, vagy attól lehet reálisan tartani, hogy egy nagyon megerősödő AfD kezéből kicsúszik a kontroll a saját választói fölött. Ez az AfD történetével összeegyeztethető, tehát ez egy folyamatosan egyre újabb témákban elmélyülő és alapvetően egyre inkább jobbra tolódó párt az ország egy jelentős részében. De tényleg érdemes megkülönböztetni mondjuk a 100 AfD-t a türingiai AfD-től, a 100 AfD jelentősen mérsékeltebb AfD. A nyugat-német AfD-re meg tényleg nem is érdemes beszélni, de az a része az AfD-nek, ahol belefér egy leszbikus pártelnök. De most ott nyilván az antiszemitizmusnak a csírájáról se feltétlenül érdemes beszélni az AfD jelentős részeinél. Oké, akkor lépjünk egyet hátra. Ketté szakadt Németország? Ti úgy látjátok, van keleti tartományok, nyugati tartományok? Merőben más németek laknak keleten, mint nyugaton? Hát, megint Mátyásnak címezem a kérdést, és megfordítanám. Egyesült valaha Németország?
Én azt gondolom, hogy ugyanúgy, ahogy összességben mondjuk Európában sem feltétlenül érdemes már a földrajzi kategóriában gondolkozni, akkor amikor arról beszélgetünk, hogy egyesült-e Európa, vagy megtörtént-e a felzárkózás, hogy Németországban sem feltétlenül úgy húznám most meg a határt, hogy vannak a keletnémetek, meg vannak a nyugatnémetek. Ez azért a választási eredmények alapján markáns a különbség. Vannak társadalmi csoportok, amelyeknek a véleménye olyan számosságban, ahogy ez most a választáson kicsúcsosodott, Kelet-Németországban jellemző. De egyértelműen látszik, hogy a gazdasági szakadék már nem olyan jelentős ezek között a tartományok között. Hát ha az ember Hessenből átmegy Türingiába, ez ugye két szomszédos tartomány, egyik nyugaton, másik keleten volt, olyan borzasztóan nagyon azért nem veszi már észre a különbséget egy hesseni kisváros meg Erfurt között. Tehát tényleg ezek nem olyan hatalmas különbségek már. Ami viszont van, az, hogy ugyanaz az antibiotikum, amit mi nálunk bevettek, vagy bevetettek velünk a kommunista években, az ellen a kioktató, szemforgató, képmutató és nem józan politikával szemben, amit a kommunizmus is képviselt, meg amit a jelenlegi németországi politikai fősodor is képvisel, most az megvan keleten és nincsen meg nyugaton. De ettől függetlenül, tehát jelentősen sok, tényleg kimondottan sokan vannak, és 50% környékén vannak azok az állampolgárok a Kelet-Németországban is, akik integrálódtak a németországi politikai rendszerbe. Viszont van már másik 50%, aki ezzel a politikai rendszerrel áll szemben, annak a pártjaival áll szemben, és merőben más pártokat szeretne látni keleten, mint nyugaton vannak. Ugorjunk egy témát, 1,5 millió diák ment ma reggel iskolába, ahol elvették a mobiltelefonjaikat, és nem használhatták, nem nyomkodhatták át. Dávid, gyakorló szülőként, neked mi a véleményed a mobil használat korlátozásáról az iskolában? Jelen pillanatban olyan korú gyerekeim vannak, akiket vagy nem érint, vagy még nem érint ez a korlátozás. Én a magam részéről gimnazisták esetében egyáltalán nem támogatom, nem értek egyet azzal, hogy kívülről, fölülről korlátozzuk a mobil használatukat. Azt tudod, hogy ezek kisebbségben vagy? Nem baj. Te vagy a 15%. Egy iskolában, egy osztályban, egy tanítási órán a pedagógus dolga az, hogy megteremtse azt a rendet, azt a figyelmet, azt a fegyelmet, hogy a gyerekek értelemszerűen ne vegyék elő, nem vehetik elő a telefont, csak valami nagyon különleges cél, oktatási cél érdekében. De abban a világban, 4 órára, 6 órára, 8 órára eltiltani a gyerekeket, most a szünetekre gondolok, vagy azokra a periódusokra, amikor nem oktatás van. Elvenni a telefonjukat, vagy az okos eszközeiket, miközben kilépnek az utcán, és már lassan a jelzőlámpa is okos. Hát persze. De. Sokkal inkább azt gondolom, hogy meg kell, és mondom, én gimnazistákról beszélek, tehát én, jó, ennyit akkor, mint apa, a saját gyerekeimnél, meghúztam egy vonalat, hogy 12 éves koruk előtt semmilyen telefonjuk nem lehetett, sem okos, sem buta nem lehetett telefonjuk. 1-2, igyekeztem őket úgy nevelni, hogy amikor tanóra van, akkor ne vegyék elő. Akkor elmondom az én álláspontomat, és én is gyakorló szülőként minden percért hálás vagyok, amikor nincs a gyerek kezébe telefon. Ha kényszerrel, akkor így. Igen, én exponáltam magam ebben az ügyben, szóval tudják a kedves nézők az álláspontomat, amely jobb oldalon belül még egy a kisebbségi és kisebbségi álláspont. Én alapvetően azt gondolom, és szerintem talán itt valahol konszenzust lehetne találni, hogy ne találjunk vitat. Hogy érthető, hogy honnan indult a kormány ennek a problémának a megoldásakor. Tehát semmilyen értéke nincs annak, hogy tiktokozzon a gyerek az órán, hogy cseteljen a gyerek az órán. Ezeknek nincs semmi értelmük, nincsen, csak azt gondolom. Sőt, ezt eddig is a tanórán, eddig is. Igen, iskolában fegyelmezni gyakorlatilag lehetett. De csinálták. Azt viszont gondolom, hogy tehát a magyar oktatás top 30 problémája között szerintem nem szerepel az iskolai telefonhasználat. Szerintem azelőtt, hogy ráirányítanánk hatalmi erőszakkal a diák figyelmét a tanórára, azelőtt a tanóra tartalmát kellene rendbe tenni. És az jelenleg nincsen rendben. Tehát az, hogy a magyar oktatás jelenleg nem képes a 21. század munkaerőpiac igényének megfelelő munkaerőt termelni, hogy jelenleg van egy hatalmas nagy szakadék a diákok szükségletei, képességei, igényei, tehetségei, és a között, amit a magyar közoktatás tőlük elvár és beléjük nevel, ez a problémája a magyar közoktatásnak. És szerintem először ezt oldjuk meg, aztán utána lehet foglalkozni az olyan kérdésekkel, amik egyébként fontosak, hogy tiktokozik a gyerek az órán, csak nem ez alapvetően a rák fenéje. Nem ezzel oldunk meg valamit a magyar közöket. Ezzel mélységesen egyetértek. Igen, parancsolj. Illetve csak egy mellékszál,
Tehát olyan problémákat vet föl ennek a rendeletnek a végrehajtása. Hova raksz 100 millió forintnyi telefont? Igen. Hát van szekrényi bezárva. De egy csomó iskolában nincs saját szekrény a diákoknak. Legyen egy közös az osztályban, reggel berakják. Igen, ezt csinálják jelen pillanatban, gondolom elég sok helyen, hogy valahogy osztályszerűen gyűjtik. Mi van akkor, hogyha eltűnik egy telefon? Igen. Tehát Vili, én nem raknám oda. Ki az, aki felelős? Tehát ki az, aki felelős azért a telefonért, amit a gyereknek le kell adni? Az iskola? Na. Az iskolának kell pótolnia? Mi van, ha megsérül egy telefon? Tehát akkor megint az iskola az nem a tankerület? Nagyon sok helyen most se engedik ám a telefont, és nem sérültek meg tömegével. Tehát nem halasz kártérítés pereket, hogy a klikből kiperelnek milliókat a telefonok miatt. Tehát nagyon sok helyen nem lehetett. Eddig nem volt központi rendelet. Igen. Remélem ezután se lesz semmilyen per, meg nem tudom én, de ezek olyan kérdések, amikre nincs válasz, márpedig egy normális jogszabály esetében, hogy végig kell gondolni a lehetséges következményeket, és meg kell mondani a mindenre lehetőség szerint szabályt kell alkotni. Ami egy jó megoldás, meg ami lehetne egy működő modell, az például az a tanóra elején a tantermen belül elhelyezett telefon, dobozka vagy telefon zseb a falon, de azzal rögtön ugye a szünetben nem szakítjuk ki a diákokat a normális életvalóságukhoz, abból, amiben benne van a telefon egyrészt, másrészt meg akkor látják, hogy hol a fenében van az a készülék, ami tényleg a manapság már egy alsó kategóriás terület, hogy 100 000 forintba került. Hát ezt ne becsüljük alá, ezt a problémát. Akkor én vagyok a legradikálisabb, kiderült, mert én azt mondom, hogy a jó gyakorlatot foglalták törvénybe. Kovács Mátyásnak, Trencsényi Dávidnak köszönöm, hogy itt voltatok. Köszönjük.